elfogadta a községi képviselő testület a költségvetés újraelosztására vonatkozó határozati javaslatot. Íjkészítők találkoztak Bajsán, a TSC labdarúgó akadémiája várja a jelentkezőket. Köszöntöm kedves nézőinket, önök híradónkat látják. A községi képviselő testület múlt heti ülésén elfogadták a költségvetés újraelosztására vonatkozó határozati javaslatot. A büdzsé kerete közel 1,8 milliárd dinár, a módosítások főleg a kereten belüli újraelosztásra vonatkoznak. Összességében a keret mintegy 2%-kal haladja meg az előzőleg elfogadott értéket. A költségvetés módosítása váltotta ki a legtöbb vitát. Fekete Ildikó, a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője, vita indítójában felvázolta a büdzsét. A költségvetés módosítása alapján az új költségvetési keret körülbelül 2%-kal növekszik az előző módosításhoz viszonyítva. Nominális szempontból az egy 34 millió dinárt tesz ki. Tehát a keret 1 milliárd 771 millió dinár értékben lett meghatározva. Ez a nettó keret. Hogyha a bruttó keretről beszélünk, akkor a költségvetési eszközökhöz, betervezett eszközökhöz hozzáadjuk még az indirekt eszközhasználóknak az egyéb forrásból származó eszközeit. Az pedig nominális szempontból 42,5 millió dinár tesz ki, tehát a bruttó keretről beszélünk, az 1 milliárd 785,5 millió dinár értékben lett meghatározva. Főleg pályázati pénzekről van szó, tehát előre bocsájtom azt, hogy 25 millió dinárt fogunk majd kapni a diákotthon befejezésére, tehát ez teszi ki a nagyobb összeget. Kislinder Gábor községi elnök elmondta, hogy a pályázatokon nyert összegeket is beépítették a költségvetésbe, melyek közül a legnagyobb tétel az a 25 millió dinár, melyet pályázat útján nyertek a diákotthon befejezésére. Elmondta azt is, hogy már dolgoznak a jövő évi költségvetés összeállításán. Elsősorban a költségvetés módosítására lehet mondani két oknál fogva, így a helyi közösségek elköltött eszközöknek a megmaradt részét újra ütemeztették, terveknél próbálták tervekre átutalni, vagy átütemezni a költségvetéseiket, amit mindig is az volt a praxis, hogy amit a helyi közösségek megvalósítanak és észszerűen költenek el, és marad eszköz a költségvetés módosítás kapcsán, és természetesen a terveik alapján mi azt módosítjuk. Ez ebben az esetben így történt meg, ugyanakkor, hogy pályázatokon nyert eszközöket ugyanúgy be kell építeni az ő költségvetéseikben is, ez is megtörtént, és ugyanakkor a költségvetés nyertesei, úgymondom pályázat, amit nyertünk, eszközöket ugyanúgy be kell építeni. Ez mondjuk, ha példát mondok, akkor a diák otthonnál egy 25 milliós tétel, ez benne kell, hogy legyen, és akkor nyertes eszközök, pályaiparprojektumokon nyertes eszközöket is szintén bele kell rakni, mert tehát ezek alapján tudják költeni, és lényegében ezek a módosítások, meg azok a módosítások, amikor a közbeszerzések megtörténtek, és kevesebb eszköz lett elköltve a közbeszerzés által, mint amennyi elő volt látva, ezek a módosítások pedig át lettek ütemezve. Itt azt gondolom, hogy a diákutaztatásnál, a buszjegyek kapcsán, az ösztöndíjaknál, azok az eszközök, amit visszad nem térítendőként a diákok, iskolások, oldások kapnak, és támogatásként azok vannak benne, és módosításként benne van a mezőgazdasági programban előlátott eszközök, aminek a pályázatai most járnak le, vagy jártak le. Az ösztöndíj program az azt hiszem, hogy holnap jár le, és akkor tovább ezek az eszközök kerülnek. Azt mondtuk akkor, hogy módosítás csak abban az esetben, hogyha marad eszköz, és akkor esetleg módosításra lesz, ha pedig egy-két olyan pályázó lesz, akinek egyforma pontrendszere van, vagy egyforma eredményt, akkor azt pedig mi megpróbáljuk hozzátenni, és akkor ezek a véget. Szerintem ez így rendben van, mert nem tudunk különbséget, két gyerek, akinek egyforma eredménye van, és stb. Azt nem tudjuk kizárni az egyiket, olyan instrument nincs erre, és akkor azt gondolom, hogy itt ezek a dolgok csak módosítással lehet, kell, hogy rendeződjenek, az, hogy ez törvényleg is rendben legyen. Végig azt mondtuk, hogy a pályázatokon kapcsán nyertes eszközökről lévén szó, meg a nagy beruházások tervei elkészültek, most már tudjuk azt, hogy a diákotthon ki lesz írva a pályázat, jogi kérdés az, hogy most milyen formában is, hogy lesz, ott tulajdon viszony is kell, hogy legyen, mert
önkormányzat nem tud működtetni diákotthont, és ezt a tartományi titkársággal próbáljuk lerendezni, ami jó irányba van, tehát itt jogi kérdések, és ezeket össze kell rakni, úgyhogy törvényes legyen. Ez az egyik lépés azzal kapcsolatban. Ugyanakkor a Vénusz kiírása az megtörtént, ott elő van látva az első fázisra az eszköz, amit láttunk, a következő fázisra elő van a terveket, így kellett a közbeszélési terveket is így kellett módosítani, ugyanakkor terveket meg kell várni, hogy elkészüljön, független azt mondják, hogy ezt lehetett volna januárban, januárban nem tudtunk azt, hogy mennyi összeg, mennyi minden, elkezdtünk egy terveztetést, ami hát jóval kevesebb lett, mint amennyi most, hát ezt úgy nem lehet előlátni, és én azt gondolom, hogy ezek mindenképpen arra külön törekszünk, hogy az előlátott eszközök céleszközökként arra legyenek költve, és természetesen a költségvetés képviselő testület jóváhagyásával, tehát minden eszközre pontosan van az elszámolását, tehát még az elszámolás közben kell, hogy történjen. Én azt gondolom, hogy sok minden más van az ingyen konyhával kapcsolatban, a diák utaztatás, ösztöndíj program, most már topolyok lakósai, vagy azt mondjuk diákjai, mindenki buszjáratra kap eszközt, mi szeretnénk, hogy annyit tudnánk biztosítani, amennyibe kerül. A topolyaiaknak ingyenes, a külföldön vagy másik községekben tanulóknak pedig Topolyán a legdrágább jegy ellenértékét tudja biztosítani. Ez nem biztos, hogy mindig elég az egész útra, de így se csinálunk különbséget a két topolyai gyermek között. Aki legmesszebbre utazik, még legmesszebbre, azok egyforma összegeket kapjanak. Én azt gondolom, hogy ez figyelemre méltó. Ugyanakkor próbálunk helyi közösségre is odafigyelni, azokat a programokat, amiket helyi közösségek elkészítenek, azok benne vannak, és utána az marad, hogy csináljuk többre. Sok pályázat lesz, meg én azt gondolom az elkövető héttől kezdve pedig a mezőgazdasági pályázatok, ami több száz, a bizottságok rakják össze a szerződés formáját. Én azt gondolom, hogy már a jövő héten az első 15 pályázatonként, tehát az 6-7x15 aláírásra kerül, és így még csak lesz eszköz. Itt a kamat, meg tudjuk, a kamat támogatás, állat, egészségügyi, mezőgazdasági ténykedésnek a támogatása, ez mind most kerül kiosztásra. Baskos útfalván könyvbemutatóval emlékeztek meg az első világháború befejezésének 100. évfordulójáról. A Nem feledkezünk meg róluk című könyv szerzője Boza Béla helytörténész. A könyv elkészítését 4 éves kutatómunka előzte meg. A helyi források világi és egyházi anyakönyvek voltak. A szerző felhasználta az 1936-ban megjelent Nagy idők sodrában című könyvet, ahol 164 első világháborús áldozatról emlékeznek meg az akkori szerzők. A másik adatforrás az 1943-ban felépített nagyméretű szabadtéri emlékmű volt. Ez az emlékmű átvészelte a későbbi háborús korszakokat, ideológiai változásokat. Az akkori kutatások eredményeként már 239 hősi halottról emlékeznek meg, és nevüket bevésték az emlékmű hátulján lévő kőlapra. A könyv első része, a bevezető, az arról szól, hogy az első világháború, ugye centenáriumot élünk, ez 100 évvel ezelőtt fejeződött be. Most itt föltevődött olyan kérdés, hogy indokolt volt-e az osztrák-magyar monarchiának a háborút beindítani, vagy nem volt indokolt, volt több variáció, mondjuk Tisza István azt mondta, hogy hát, hogy talán nem kellett volna, hogy megtörténjen, de az osztrák-magyar monarchia úgy érezte, hogy ő olyan erős, hogy ennek meg kell, hogy történjen. Tehát ez egy vita téma, erről szól az első része a könyvnek. A második része az bemutatja az osztrák-magyar haderő területi eloszlását, ki merre, ki melyik Reomba lett besorolva, Bácskos útfalva, vagy Zentalda, vagy Kanizsa, vagy bárki. A harmadik rész az az osztrák-magyar monarchia fegyverzete, egyenruházata és felszerelése, arról ad tájékoztatót. A negyedik rész
az a rendfokozatok a magyar hadsereg megfelelője. Tehát milyen rendfokozatok voltak a legfelsőbb szinttől egész az ötödik, ott egy picit már kezdtünk ide visszatérni Bácskaút-Falvára, és akkor ott arról a témáról beszélünk, hogy a Bácskaút-Falváról hadba vonult katonát az első világháborúban. Itt is van részlegesen bemutatott, mert a Bácskaút-Falváról részt vett katonáknak nagy része, úgy lehet mondani, hogy legalább 80%-a az a 86-osokba, meg a 6-osokba vonult be. Ez külön ki van hangsúlyozva, és külön tárgyalva van. December 8-án szombaton 18 órától az Osonó Független Színház műhely, ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadását tekintheti meg a topolyai közönség. Az előadás hossza 1 óra szünet nélkül, melynek végén egy interaktív beszélgetésre kerül majd sor. December 1-én és 2-án Bács-Fekete-hegyen tartják a 22. Dudás Kálmán Nemzeti Vers és Prózamondó Találkozót. A versenyre 9 év fölötti magyar nyelvű amatőr versmondók jelentkezését várják a Kárpát-medence területéről. Idén is várják a 6-8 éveseket a rendezvényre, akik versenyen kívül mondhatják el szabadon választott szövegüket. A nevezési díj 500 dinár. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet a vmvl.versmondókukac@gmail.com e-mail címen november 25-éig. A verseny további részleteiről hétköznapokon 19-től 21 óráig Barta Júliánál a 024 47 38 003-as telefonszámon, vagy Hajvert Ákosnál a 069 30 50 966-os mobilszámon érdeklődhetnek. A Topolyai Arkusz Környezetvédő Egyesület idén is meghirdette a napraforgó gyűjtési akcióját, melynek célja, hogy az egyesület által felállított madáretetők a tél folyamán megtelve várják az énekes madarakat. A korábbi években is voltak felajánlások, az idei évben azonban több mezőgazdasági termelő is felfigyelt az egyesület felhívására. Ennek köszönhetően 160 kg napraforgóval tudja megkezdeni majd a téli madáretetést az egyesület. A Testvériség Művelődési Egyesület íjkészítő szakosztálya a Bajsai Vadászházban megtartotta első nemzetközi találkozóját. A találkozó keretében bemutatták az általuk készített íjakat, a Soltvadkerti hagyományápolók bőrvérteket mutattak be, és rovásírást tanítottak. Emellett sor került egy íjkészítésről szóló és egy történelmi tematikájú előadásra, valamint egy íjász és egy ostoros bemutatóra is. Kukit Attila, az íjkészítő szakosztály vezetője arról számolt be a médiának, hogy hagyományteremtő célzattal hívták életre ezt a találkozót. Ezek az íjak, ezek mind 10.-11. század rekonstrukciók, tehát minden természetes anyagból, természetes ragasztóval, és a magyar íjak hó, hát mondjuk, hogy nagyon hasonlóan készülnek el, mint valamikor őseink, amit készítettek. És akkor ezt szeretnénk ennek az ilyen íjkészítésnek mi kis tudásunkat átadni olyanoknak, akik most szeretnének, vagy majd a jövőben szeretnének ilyen íjat, vagy hasonlót készíteni. Minden nehéz a maga módján, tehát akinek van egy kis készügyessége, szeret barkácsolni, az mindenki el tudja készíteni, hogyha van egy valamiféle iránymutatás, hogy mit, hogy készítsen, stb. Az meg, hogy mire jó ez készíteni, arra, hogy a tradícióinkat felemelíteni, ugye hát nekünk van egy több mint 1000 éves kultúránk, ami azért mostanában elég feledékben merült, de viszont most az utóbbi időben kezd ez újra föléledni. Tehát vannak olyan emberek, akik kapaszkodnak a gyökereikbe, vagy hogy mondjuk. Többféle anyagot is használunk, például a szarú anyag is ott is van, bivajszarú, magyar szürkének a szarú, de én már készítek egyet a kecske szarúból, és akkor ezeknél ugye ez mind másképp viselkedik, de ugyanúgy a zina
rétegek is van, szarvasin is, tehén is, lóin is, és ezek mind más. Egy kicsit a díjak se pontosan egyformák, tehát nem sablonszerűen készítették valamikor, minden mesternek több, mint valószínűleg meg volt egy sajátja. De azért a maga a jellegzetessége a magyar íjnak, az is mindegyiket látszik, csak eltérés. De viszont van itt, aki csinál például török íjat. Azok is ugyanolyan hatékony, sőt, még lehet hatékonyabb, mert hosszabb ideig készítették, és kiforradtabb íjak. És az is egy hagyományőrzés, jó, nem magyar hagyomány, de igen, ez egy hagyomány az is. Ez most az első alkalom, amit most megszerveztük, ez egy ilyen eszmei, vagy hogy mondjam, ilyen tudáscsere, tapasztalatcsere, de úgy olyanok a terveink, hogy már jövőre és az évek folyamán, hogy ilyen egy-két vagy három napos, majd meglássuk, hogy sikerül, tehát ilyen, ahol már gyakorlatban is meg tudjuk majd mutatni, hogy például egy szarut hogy kell kigenyesíteni, hogy kell megragasztani, vagy hogy kell egy íjnak a lézrámáját összeállítani, de valahol el kell kezdeni. Most ezt a rendezvényt szántuk arra, még arra is szántuk, hogy a Solt-Vadkerti barátaink, ezek több jurtát is építettek már, és mi is hozzáfogtunk egy jurta építéshez, kaptunk egy kis támogatást rá, és akkor az ő segítségükre még mi számítunk, mi meg átadunk a mi tudásunkból valamit ő neki. 2001-2002 és 2003-ban született fiúk jelentkezését várják a TSC labdarúgó akadémiáján. A próbaedzéseken kiválasztják a valóban tehetséges fiatalokat, akik felvételt nyerhetnek az akadémiára. A próbaedzéseket hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 15 órai kezdettel tartják. Előzetes bejelentkezés szükséges a 063 85 75 636-os mobilszámon. Labdarúgó Akadémiánknak jelenleg 22 tagja van, lakója van, akik a három középiskola valamelyikében járnak Topolyán, illetve magántanulóként tanulnak valamelyik középiskolában. A napi rendünk elég szigorú, reggel 6 órakor van az ébresztő, a fiúk rendbe teszik a szobáikat, tehát ezt ellenőrizzük, ők takarítják, ezután következik a reggeli. A délelőtti, tehát aki délután jár iskolába, ők délelőtt tanulnak, tanulószoba, valamint edzenek. Akik viszont délelőtt járnak iskolába, ők pedig délután tanulnak és délután edzenek. Azután napi háromszori étkezést biztosítunk számukra, tehát reggeli, ebéd, vacsora. Van, amikor este vannak közös edzések, akkor ez kicsit későbbre tolódik az esti közös edzés, tehát hogy akik délelőtt és délután járnak, tehát ellentétes váltásban, akkor ők együtt tudjanak edzeni. Három nevelőtanárunk van pillanatnyilag, akik segítik a diákokat, tehát hogyha bármiben tudnak segíteni, bármilyen tantárgyban, bármi nehézségük van, akkor ők rendelkezésükre állnak. Nagyon jók a körülmények. A gyerekek nagyon jól fogadták ezt az egészet. Meg vannak nagyon elégedve, ugyanúgy a kollégisták is, meg akik nem bentlakók, úgymond. Napi edzések azok, végül is a napi edzések, minden nap vannak edzések minden korosztályban. A délelőtt két terminben van az edzés, akik délután járnak iskolába, azok délelőtt edzenek, akik meg délelőtt járnak suliba, ők meg délután edzenek. Pillanatnyilag a műfíves pályát használjuk, ilyen időben, ilyen téli időszakban inkább a műfíves pályákat használjuk, ami kettő van. A korosztályok meg az U8-astól az U19-esig mindenki tetsz. Szóval nem csak a kollégisták, hanem minden klubtag, minden TSC tag.
Az elkövetkező napokban már csak néhol alakulhat ki kevés csapadék, és délután helyenként a felhőzet kissé felszakadozhat. A legmagasabb hőmérséklet 9 fok körül alakulhat. A jelenlegi számítások szerint szombaton több, vasárnap kevesebb helyen számíthatunk esőre. A délkeleti szél elsősorban szombaton lehet élénk. Délutánonként 11 fok körüli maximumokra van kilátás. Kedves nézőink, én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra!